Már 4 órától megtelt vasárnap, a Városháza tér pedig a mérkőzés csak 5 órakor kezdődött. Nem csak a sörpadokon és az asztaloknál, de a szökőkútnál és a kivetítő előtti placon is rengetegen foglaltak helyet, hogy onnan nézhessék a 2018-as labdarúgó világbajnokság utolsó mérkőzését, amelyen szomszédaink a horvátok Franciaországgal csaptak össze. A téren a legkisebbektől a legnagyobbakig, nők és férfiak is együtt szorítottak, hát leginkább Horvátország sikeréért. Én a Horvátországnak szurkolok, és ilyen a VB-t végigkövettem, és nem minden meccset néztem meg, de majdnem mindegyiket. És hát néha nem a Horvátországnak szurkoltam, de most inkább neki szeretnék. És most azért jöttünk ki, hogy a barátainkkal legyünk. Hát én 9 évig futballoztam itt Újvárosban is, szóval én egyértelműen, hogy rajongok a fociért. Hát ugye mi most érkeztünk haza Horvátországból, a hangulat az elképesztő volt, egyszerűen kimondhatatlan érzés volt, hogy ott voltak több ezren a téren, szurkoltak kivetítő előtt, nagyszerű érzés volt. Hát én igazából nem vagyok egy nagy froci dukker, de úgy gondoltam, hogy ezt a döntőt most megnézem. A horvátoknak szurkolok, bár ő nekik csak akkor van esélyük szerintem, hogyha az első fél időt úgy húzzák ki, hogy nem kapnak gólt. A 2016-os Európa-bajnokságon elindított program, amelynek során együtt szurkolhattak a sporták kedvelői, bevált, ezért a szervezők azóta minden nagy sporteseménynél óriás kivetítőt helyeznek el a Városháza téren, esetleg éppen a Parázsvarázson, hogy a város lakossága így is követhesse a mérkőzéseket. Hát a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság a világ legnagyobb eseménye, és úgy gondoltuk Dunajmegyes megyei város önkormányzatával, hogy minden nagyobb eseményt megszervezünk ide a főtérre, amit ki lehet vetíteni, és minél több embert ki lehet mozdítani otthonról, és egy közösségi teret készített annak idején el az önkormányzat, és ezt meg kell tölteni tartalommal, most megtöltöttük. A megmérettetés előtt tippelni lehetett a végeredményre, és bár pontos találat nem született, a francia győzelmet tippelők között kisorsoltak a polgármester úr felajánlásával. Egy 3 napos balatoni nyaralást a DVG ZRT Balaton kenesei nyaralójában 5 fő részére. A szervezők elmondták azt is, természetesen folytatják a 2 éve elkezdett hagyományt, és a következőkben is helyet, illetve lehetőséget fognak biztosítani a dunaújvárosi szurkolóknak arra, hogy barátaikkal egy jó közösségben szoríthassanak kedvenc sportolóikért.